Új ellátási forma. Az önkormányzatoknak idén október végéig felül kell vizsgálniuk, hogyan vonják össze 2016. januárjától a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat. Lerövidült ügyintézési idő. Újabb két kormányablakot adtak át a megyében, ezúttal Dombrádon és Demecserben. Megelőzhető tragédiák. A régi Siesta kályhák is okozhatnak szénmonoxid mérgezést. Tavaly 4 eset történt az országban. Erre hívja fel a figyelmet Leskovics Zoltán tűzoltósági főfelügyelő. Az önkormányzatoknak idén október végéig felül kell vizsgálniuk, hogyan vonják össze 2016. januárjától a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A szociális ellátás megszervezése és végrehajtása kötelező önkormányzati feladat. A járásközpontokban mindkét ellátási formát biztosítani kell. Fizetési haladékot kérne ez a vásárosnaményi asszony, vagy esetleg részletfizetést a közüzemi díjbefizetéshez. A legtöbb segítségkérés vagy kérdés díjtartozással kapcsolatban érkezik ebbe a családsegítő központba, ahol két fő családgondozó dolgozik. A családsegítő szolgálathoz leginkább anyagi nehézségek miatt fordulnak az ügyfeleink, vagy információ nyújtással kapcsolatban, illetve gyakori, hogy ügyintézéssel kapcsolatban kérnek tőlünk segítséget, de sok esetben a problémák az egyes családoknál vagy egyéneknek az életében halmozottan jelentkeznek. Az integrált intézmény szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást is biztosít. Az önkormányzat 1997-ben alapította, és azóta is működteti. A vásárosnaményi járáshoz összesen 36.500 lakos tartozik. A szociális ellátórendszert, a különböző szolgáltatásokat ehhez a lakosságszámhoz alakítják. Mint ismert, a hatékonyabb szakmai munka érdekében és a szociális ellátórendszerekben korábban tapasztalt párhuzamosságok megszüntetéséért jövő januártól a családsegítést és a gyermekjóléti feladatokat összevonják. Járásszékhely település vagyunk, nekünk családsegítő és gyermekjóléti központot kell létrehozni, aminek az alapfeladaton kívül a járás minden lakosára kiterjedő hatásköre is vannak. Tehát ezt mindenképpen mi szeretnénk el az önkormányzat, Vásárosnemény város önkormányzata, hogy ellássuk. A nyáron elfogadott törvénymódosítás szerint egyházi vagy civil szervezet nem láthatja el a gyermekjóléti és családsegítő munkát, de a kötelező önkormányzati feladat társulási formában is megszervezhető. Vásárosnaményban a Beregtőt társulás erre alkalmas. Az összevont feladatfinanszírozással elégedettek az önkormányzatok. Ők a biztos kezdett gyerekház növendékei, a települések a helyi igényekhez igazodva többfajta szociális munkát is vállalhatnak, sőt pályázhatnak is a jövőben. A tervek szerint a következő években Kemecsén és Csengerben 500 fő elhelyezésére szolgáló börtön épülhet, közölte az MTI-vel a Belügyminisztérium, miután lezárult a büntetés végrehajtás telek pályázata. A tárca közleménye emlékeztet, a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága idén januárban pályázati felhívást tett közzé. A börtön építése céljából önkormányzati tulajdonú beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlása címmel, amelyre a megadott határidőig 40 település jelentkezett. Az értékeléskor figyelembe vették a terület fekvését, méretét, beépíthetőségét, területi besorolását, közművekkel ellátottságát. Emellett speciális feltételek is szerepet játszottak a pályázatok elbírálásában, például a lakott területtől való távolság, a terület gyors megközelítését lehetővé tevő autópálya vagy főút közeli fekvése. Ezen szempontok alapján választottak ki 5 várost, köztük Csengert és Kemecsét, ahol a források függvényében ütemezetten valósul meg, várhatóan 2017-től 2019-ig a börtönépítés. Újabb két kormányablakot adtak át a megyében, Dombrádon és Demecserben a helyiek és a környék településein élők ezentúl korszerű körülmények között intézhetik ügyeiket. Sezták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter az átadó ünnepségen elmondta, a képzett alkalmazottaknak és a modern technikai felszereltségnek köszönhetően a kormányablakokban az ügyintézési idő átlagosan 15 perc alá csökkent.
A megyében már 14 helyen van kormányablak, az év végéig várhatóan még hetet adnak át. Ez azt jelenti, hogy a jövő évtől már összesen 21 kormányablakban intézhetik ügyeiket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lakosok. A dombrádi ünnepélyes átadáson elhangzott, a hiányzó kormányablakokat várhatóan még december előtt megnyitják. Mi már sokszor a megyébe kormányablakot adtunk át a mai napon. Ennek két jelentősége van. Az egyik és legfontosabb, hogy a kormányt, a hivatalt, az ügyintézést közelebb hozza a lakossághoz, hiszen most már Dombrádon is ebbe a kormányablakon a dombrádiak és a térségiak egy ablakos rendszeren keresztül gyorsan és hatékonyan tudják az ügyeit intézni. Ez egyik nagyon fontos dolog. A másik dolog, hogy ezzel a modern központtal, a modern technikai felszereléseket gyorsult az ügyintézés, és most ilyen döbbent számokat hallok, hogy egy-egy ügyintézés 10 és 14 perc között befejeződik, tehát nem kell napokat sorban állni, nem kell rettegni, hogy mi lesz a hivatalba, mosolygós alkalmazottak, kultúrát környezetbe tudják fogadni a ügyfeleket. A dombrádi kormányablak beruházása nem csak a város, hanem a környező települések, úgy mint Új-Dombrád és Tiszakanyár lakosai számára is könnyebb ügyintézést jelent majd. Mai napon már most átadtuk Dombrád város önkormányzatának kormányablakát. Itt a következőkben összesen 6 munkatársnak fogunk munkát adni a térségből. 3 munkaállomást üzemelünk be, és a mintegy 40 millió forintos beruházás 2/3 a nemzeti Magyarország költségvetése állta, 1/3 pedig az Európai Unió finanszírozta. A megyében a 14. kormányablakot a dombrádi ünnepség után Demecserben adták át. A helyieknek korábban a hozzávetőleg 30 kilométerre lévő megyeszékhelyre kellett járniuk, ha hivatalos ügyet akartak intézni. A demecseri átadón Kozma Péter kormány megbízott elmondta, a megyében nem zárnak be okmányirodát, azok többsége kormányablakká alakul át. Minden járási székhelyen és más kiemelt településeken lesznek kormányablakok. A működő okmányirodák közül a Nagy Csedi az továbbra is megmarad okmányirodának, tehát nem lesz bezárva egyetlen egy okmányiroda, sem működő okmányiroda. A megyében egyetlen egy ilyen a Nagy Csedi, amely nem alakul át kormányablakká, de megmarad a okmányiroda, tehát az ottani lakosoknak nem kell Mátészalkára befáradni. Kozma Péter hozzátette, egy kormányzati döntés értelmében a szeptemberig elért 4000 ügyiratszám alatti településeken a továbbiakban nem üzemeltetik az okmányirodákat, azonban ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét nem érinti. A régi úgynevezett siesta kályhák is okozhatnak szénmonoxid mérgezést, tájékoztatta televíziónkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője. Leskovics Zoltán a megyei kormányhivatal sajtótájékoztatóján kiemelte, a PB gázpalackokkal működő kályháknál tavaly országos szinten 4 szénmonoxid mérgezést regisztráltak, pedig a tragédia egyszerűen akár szellőztetéssel is megelőzhető. Ugyanúgy, mint egy nyílt lángú gázüzemű berendezés, az úgynevezett siesta kályha is abból a légtérből kapja a levegő ellátását, ahol elhelyezték, és ugyanoda bocsátja ki égés termékét is, mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője. Leskovics Zoltán hozzátette, ezért fontos a helyiségek megfelelő szellőztetése, hiszen akár szénmonoxid mérgezés is történhet egy-egy ilyen kályha mellett. Országos statisztikával érkeztem, tehát 2014-ben van pontos adatunk már a ilyen siesta jellegű kályhákkal kapcsolatos káreseményekről. 13 esetben következett be káresemény, ezek használatával kapcsolatban. 4 esetben szénmonoxid mérgezés, 5 esetben a kályha okozott tüzet, és 4 esetben pedig robbanás következett be. A főfelügyelő mindezt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal sajtótájékoztatóján mondta, Kocsis Sándor kabinetvezető az eseményen kiemelte, a megyei védelmi bizottság elnöke a megyei kormány megbízott. Többek között ez is erősíti a kormányhivatal és a katasztrófavédelem közötti kapcsolatot. Kábítószer terjesztőt fogtak el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság nyomozói tegnap este. A férfinél mintegy 60 g kábítószer gyanús anyagot a jelenlegi adatok szerint marihuánát találtak.
M. Robert 35 éves nyíregyházi lakost, akit csalás miatt a bíróság is körözött, kábítószer kereskedelem büntet elkövetésének megalapozott gyanújával vették őrizetbe, előzetes letartóztatását kezdeményezi a nyomozóhatóság. A rendőri intézkedés közben több vásárló is érkezett a gyanúsított lakására, őket előállították a kapitányságra és tanúként hallgatták meg. A lefoglalt anyagot szakértők vizsgálják. Felújítja a régi serházat a tokaji önkormányzat. Az épület a világörökségi borterületek kiállítóhelye és múzeumaként működik majd. A beruházásról hamarosan bővebben is szólunk, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Öt fordulót követően a kisvárdai KC az egyedüli veretlen csapat a női kézilabda NB1 B keleti csoportjában. A Rácz Sándor által irányított együttes eddigi 4 győzelme mellett egy döntetlent játszott. A KKC szombaton a Hajdúnánást fogadja. Egy pontot szerezve 7-1-es vereséget szenvedett a bajnoki címvédő Szegedtől a nyíregyházi Tekeklub együttese a Superliga 6. fordulójában. Az NTK játékosai szombaton Péten lépnek dobóállásba. Felújítja a régi serház épületét a tokaji önkormányzat uniós forrás bevonásával. A projekt megvalósítását követően az épület a világ örökségi borterületek kiállítóhelye és múzeumaként működik majd. A beruházással egy újabb turisztikai látnivalóval gazdagodik a város, a fejlesztés hozzájárul továbbá a még egységesebb településkép kialakításához a történelmi borvidéken. Egy több mint 2 milliárd forintos háromütemű Európai Uniós beruházás végéhez érkeztek Tokajban. A hegyaljai városban egyedülálló módon igazi kultúrnegyedet alakítottak ki, amelyre méltán lehetnek büszkék az itt élők. Az első projekt talán volt a zsinagóga felújítás, ez 360 millió forint, a második ütem a Paulói Ede Színház, ami ugye 930 millió forint, ez egy zöldmezős beruházás volt, és most ennek a projektnek a lezárásaként a Világörökségi Bormúzeum átadására fog sor kerülni, ami egy 560 milliós forintos beruházással fog zárulni, és ezzel a harmadik ütemmel kialakul a városban az úgynevezett kulturális negyed. Ez a kulturális negyed magába foglalja azokat az intézményeket, amelyek mind a kultúrát fogják szolgálni, és így a három projekt kapcsán azt kell mondanom, hogy majdnem 2 milliárd forintból valósulnak meg ezek a fejlesztések. A beruházás utolsó részeként hamarosan átadják a Bormúzeumot is. A régi serház épületéből világörökségi látogatóközpont lesz Tokajban. 2000 négyzetméteren 4 szinten foglal majd helyet az örökség turisztikai, többek között borászati és egyháztörténeti kiállítás. Azt gondolom, hogy a belső építész elengedte a fantáziáját, és 3 járművel lehet lesz beutazni Tokaji hegyalját. Itt most vagyunk, itt hüllékballonnal tudjuk majd bejárni Tokaji hegyalját, és olyan élményben lesz részünk, mintha fentről néznénk Tokaji hegyalját. A mellettünk lévő helységben egy autóba ülhetünk be, és egy autóval járhatjuk be majd Tokaji hegyalját, illetve van egy különlegessége is a háznak, hogy felülhetünk egy kerékpárra, és kerékpárral járhatjuk majd be Tokaji hegyalját, és olyan érzésünk lesz, ki se kell mennünk, hanem itt a házba felülünk a kerékpárra, és akkor bejárhatjuk az összes települést Tokaj egy alján. Egy civil szervezet kezdeményezésére az épületek által körbefogott belső udvar is megújul, ahol az úgynevezett Tokaj hegyaljai emlékparkot alakították ki. A park első szobra a Tokaj hegyalja geológiai térképét megrajzoló Szabó Józsefet ábrázolja. Összesen 360 diák vett részt a Természettudományos Tárgyak Fesztiválján Ibrányban. Az egésznapos rendezvényen 8 iskola csapata mérte össze tudását, a diákoknak látványos kísérleteket is bemutattak. Az egésznapos rendezvényen 8 iskola csapata vett részt, Poszabi, Gávavencsellői, Nagyhalászi és Ibrányi diákok, valamint a nyíregyházi Kazinci Ferenc, Apácai Csere János, Arany János és Móricz Zsigmond általános iskola tanulói érkeztek Ibrányba. Így összesen 360 diák ismerkedhetett nem iskolai körülmények között a természettudományos tantárgyakkal. Az egésznapos rendezvényen különböző állomásokon tesztelhették tudásukat a tanulók, különleges és látványos kísérleteket láthattak, például a cseppfolyós nitrogén erejét is bemutatták az érdeklődőknek. A gyerekek olyan kísérleteket láthattak, amelyek látványosak,
és nem biztos, hogy szerencsés lett volna ezeket iskolai körülmények között végrehajtani, hiszen itt, ami lehetett, az felrobbant, elégett, füstölt, illetve fényhatással járt. A versenyen a legkiemelkedőbb csapat az egész osztály számára kirándulást nyert a zempléni kalandparkba, ahová jövő tavasszal látogatnak majd el a diákok. Öt fordulót követően a kisvárdai KC az egyedüli veretlen csapata a női kézilabda NB1B keleti csoportjában. A Rácz Sándor által irányított együttes eddigi 4 győzelme mellett 1 döntetlent játszott. A KKC szombaton a Hajdúnánást fogadja. A szezonnak újoncként nekivágó kisvárdai csapat egy döntetlennel kezdte a bajnokságot, a folytatásban aztán minden 4 meccsét megnyerte a Rácz Sándor által irányított együttes. A KKC így a tabella második helyén áll, úgy, hogy a vesztett pontokat tekintve legjobb a mezőnyben. A szakmai igazgató szerint a jó eredmények ellenére még mindig az út elején járnak. Nálam mindig egy 3 éves ciklus az, amire bontható egy csapatnak ciklikussága. Az első évben alapozunk minden szinten, egységesítjük a kondicionális állapotokat, a technikai tárházat, a taktikai repertoárt feltárjuk, annak egy bizonyos részét ugye elkezdjük tanulni. Hát jelenleg itt vagyunk, és ez a tevékenység, ez az első ciklus nagyon nehéz, csikorgó, nyikorgó, sok játékos más kultúrából, más felfogású kézilabdából érkezett. Ez nem megy könnyen egyik napról a másikra, sok türelem kell részemről is, gondolom megértés a részükről. Itt tartunk most. Szerintem ennek a tanulási folyamatnak az egyik képződménye az, hogy vannak hullámvölgyeink, néha egészen jó teljesítmény, és jelenleg most ebben az állapotban vagyunk. A kisvárdai KC szombaton a tabellán 2 helyen mögötte lévő és mindössze 1 ponttal kevesebbre szerző Hajdúnánást fogadja. A Hajdúnánás az évek óta beágyazta magát az NB1B-be, egy nagyon stabil, eddig azt mondom középcsapatnak tűnt. Most merészebb terveik vannak, és ez meg is van a játékos állományuk. Nekik is van gondjuk sérülés, ugyanúgy, mint nekünk, de úgy gondolom, hogy a 2 tornán, amikor találkoztunk, mindkét tornán döntőt játszottunk velük, mi kaptunk ki 2-2 góllal. Ez egy bajnoki meccset fog jelenteni. 2 nagyon meghatározó játékosuk van, aki az összes góljaiknak több mint 60%-át termelte eddig. Itt azt mondtam, hogy a játékvezető felfogás és egy-egy elleni harcban a gladiátori harcokig fog fajulni, hogy mit lehet elkövetni védőként, támadóként, ez is döntő lehet, de aztán úgy gondolom, hogy a csapatszintű tevékenység fogja a végső eredményre a pontot tenni. A kisvárdai KC Hajdúnánás mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Várdai sportcsarnokban. A férfiaknál egymással játszik a 2 megyebeli csapat, a nyíregyházi KC szombaton 19 órai kezdettel fogadja a Nyírbátort a Bemiskola csarnokában. Egy pontot szerezve 7-1-es vereséget szenvedett a bajnoki címvédő Szegedtől a nyíregyházi Teke Klub együttese a Superliga 6. fordulójában. Az NTK játékosai szombaton Péten lépnek dobóállásba. A többszörös bajnokok ligája győztes bajnoki címvédő szegediek ellen az esélytelenek nyugalmával léptek dobóállásba a nyíregyházi tekézők, akik számára a 8-0-ás vereség elkerülése volt a cél. A hazaiak ki is hozták a mérkőzésből a maximumot, úgy, hogy a becsületpont megszerzése mellett néhány apróbb részsikernek is örülhettek fintáik. Rögtön az első sorban a Szlovenszki Tibor ellenfele 654 fával az Ernyesi Róbert egy új pálya csúcsot ütött, míg mellette a Karsai László, aki szintén világbajnok, többszörös világbajnok. 4 fára közelítette meg a korábbi pályacsúcsot, úgyhogy már ekkor látszódott, hogy valami van a levegőben ezzel a szegedi csapattal, és igencsak komolyan veszik ezt a találkozót. Hát már mondom is, hogy az első párban hiába játszottunk egészen jól önmagunkhoz képest, mégis 170 fás hátrányba kerültünk. Azonban a középső sorban szerencsénkre egy világbajnokuk nem tudott eljönni, a Szeged Tiborra gondolok, és a helyette játszó játékos ellen Ráski Jancsi csupán 4 fával, de kellemes meglepetésre hozta számunkra a csapatpontot, ami már rögtön a második párosnál a becsületpontunkat jelentette. Már ekkor tudtuk, hogy maximális elvárásainknak megfelel a csapat, azonban még a végjátékra voltak izgalmak. No nem fa lefaragásban, hanem egyes párharcokban, ugyanis a Hakker Dezsőnek csupán 14 fán múlott az, hogy a korábbi országos bajnokkal szemben pontot raboljon, míg nekem a 7-szeres világbajnokkal szemben 2 szettpontot sikerült megnyerni.
nyernem. A Szuperligában 6 fordulót követően a 100%-os Szeged áll a tabella élén, megelőzve a szintén hibátlan Répcelakot. A 9. helyen álló 2 pontos Nyíregyháza szombaton, a szintén 2 pontos mögötte álló Pét otthonában vendégszerepel. Bejutott a legjobb 16 közé a Magyar Kupában a Nyíregyháza Spartakusz, miután 1-1-es rendes játékidőt és hosszabbítást követően 11-esekkel 5-3-ra legyőzte a Vasas csapatát. Mátyus János együttese a következő körben a Sopron ellen lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Az önkormányzatoknak idén október végéig felül kell vizsgálniuk, hogyan vonják össze 2016. januárjától a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat. A szociális ellátás megszervezése és végrehajtása kötelező önkormányzati feladat, a járásközpontokban mindkét ellátási formát biztosítani kell. Újabb 2 kormányablakot adtak át a megyében, Dombrádon és Demecserben a helyiek és a környék településein élők ezentúl korszerű körülmények között intézhetik ügyeiket. Sezták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter az átadó ünnepségen elmondta, a képzett alkalmazottaknak és a modern technikai felszereltségnek köszönhetően a kormányablakokban az ügyintézési idő átlagosan 15 perc alá csökkent. A régi úgynevezett siesta kályhák is okozhatnak szénmonoxid mérgezést, tájékoztatta televíziónkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője. A PB gázpalackokkal működő kályháknál tavaly országos szinten 4 szénmonoxid mérgezést regisztráltak. A Kölcsei Televízió híradóját látták csütörtökön. A legfrissebbekkel péntek este jelentkezünk, híreink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Egy anticiklon peremén észak felől gyenge front érinti a Kárpát-medencét, jelentősebb mennyiségű csapadékot azonban sehol nem okoz. Éjjel eleinte gyengén felhős idő várható, majd többször megnövekszik a felhőzet, éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet, csapadék nem lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 fok körül alakul. Holnap napközben eleinte többször, később időnként növekszik meg a felhőzet, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban csendes őszi időre van kilátás, többé-kevésbé napos és tartósan felhős, párás, ködös vidékek egyaránt lesznek, számottevő csapadék nem várható. Kissé erősödik a nappali felmelegedés, de az éjszakák hidegek lesznek, helyenként talajmenti fagyra is számítani kell.